Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarn-Deutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Nationalitätenprogramme Deutscher Club Bildung. Die deutsche Selbstverwaltung von Komló stellt sich vor. Ritter der ungarischen Kultur. Die Präsidentin des Deutschen Kreises Fünfkirchen erhielt eine prestigeträchtige Auszeichnung. Deutsche Selbstverwaltung von Großmánok. Die erste Sitzung des Jahres 2023 fand statt. In Komló gibt es seit 1984 einen sehr aktiven deutschen Verein. Die Deutsche Selbstverwaltung wurde 10 Jahre später gegründet und es gibt von Kindergarten bis zum Abitur Unterricht in der deutschen Sprache. Seit 2012 ist der 19. Januar der Tag des Gedenkens an der Deportation der Deutschen in Ungarn. Jedes Jahr an diesem Tag veranstaltet die deutschstämmige Gemeinde von Komló eine Kranzniederlegung im Deutschen Club zu Ehren der Vorfahren. Das Besondere an der diesjährigen Veranstaltung war, dass die Historikerin Dr. Beata Márkus nach der Kranzniederlegung den Teilnehmern persönliche Geschichte über die Vertreibung und Deportation der deutschen Minderheit in Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg vortrug. Jövőre 2. évfordulót ünnepel a komlói németség. A német klubot 1984-ben hozták létre, a nemzetiségi önkormányzat pedig 1994-ben alakult. Egy évvel ezután kapott a német önkormányzat egy helyiséget, amit testvérvárosi segítséggel renováltak és pályázati pénzből rendeztek be. Azóta ez a komlói német önkormányzat székháza, a helyi németség otthona. Elsődleges feladatunk, célunk vagy a zászlónkra, amit kiírhatnánk, hogy a történelmi múltunk, a kultúránk megismertetése, most már főleg a fiatalokkal mondhatom ezt, megőrzése és tovább örökítése, és ehhez a fiatalok kellenek. A fiatalok egyre inkább érdeklődnek a német kultúra, a magyarországi németek történelme iránt. A klubban egy német szobát is berendeztek, amit a tagok felajánlásaiból hoztak létre, felidézve az ősök életét. Idén azonban az energiaárak emelkedése miatt csak a rendezvények idejére tudják nyitva tartani a házat. Még a Kenderföld Csomáki Általános Iskola tanulója voltam, és Ronani Lustig Ágnes az akkori német tanárnénim volt, és a mi kapcsolatunk innen ered. Innentől kezdve teltek múltak az évek, én idősebb lettem, gyarapodott a klubtagság is, és mindannyian fontosnak éreztük egy klub létrehozását, fenntartását, a hagyományok ápolását, és én is így kerültem ide és közelebbi kapcsolatba velük. A kollektív bűnösség elve alapján Magyarország területéről 1946. január 19-e és 1948. június 30-a között 200-220 ezer német nemzetiségű lakost telepítettek ki Németországba. A Magyarországgyűlés az első vonatszerelvény indulásának napját, azaz január 19-ét a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjává nyilvánította. A komlói német nemzetiségi önkormányzat minden évben ilyenkor az ősök tiszteletére koszorúzással egybekötött megemlékezést tart a német klubban. Hogy itt megálljunk és emlékezzünk és tiszteljük azokat, akik minden nüket itt hagyva, esetleg kitelepülésre voltak ítélve, vagy a Málenki robotra Oroszországban, és mégis tovább élték az életüket úgy, hogy minket is tisztességben felneveltek. A komlói német nemzetiségi önkormányzat megemlékezésén a helyi Nagy László gimnázium 2 tanulója szavalt, valamint közreműködött a Liederkranz kórus Pomázi Attila vezetésével. A rendezvény különlegessége volt, hogy a koszorúzást követően dr. Márkus Beáta történész a magyarországi németek elhurcolása és elüzetése címmel tartott előadást. Nálunk is azzal kezdődött tulajdonképpen, vagy az én esetemben, hogy a saját családtörténetemben kérdezgettem nagyszüleimet, bár nem nagyon szerettek erről beszélni, de nyilván az ember részre veszi, hogy németországi rokonai vannak, hát ők meg miért vannak ott. Szóval, hogy voltak ilyen kicsit elhallgatott, meg ilyen félbemaradt kérdések, amit így történészként, történészhallgatóként már elkezdte fúrni az oldalmat a kíváncsiság, és ők is akkor diplomadolgozat írása a CIA-ból kezdtem el ezzel foglalkozni, és hát ez aztán így maradt így egy évtizedre.
Dr. Márkus Beáta helyi források alapján, valamint személyes történeteken keresztül mutatta be a résztvevőknek a magyarországi német kisebbség második világháború utáni előzetését, elhurcolását. Die Stiftung für die Kultur der Dörfer hat Eleonora Matkovics-Kretz für ihre Beitrag zur Erforschung des ungarischen historischen Erbes mit dem Titel Ritter der ungarischen Kultur ausgezeichnet. Die Präsidentin des Deutschen Kreises Fünfkirchen hat bisher mehr als 40.000 Kilometer Forschungsreisen nach Russland und in den Kaukasusländern sowie in den badischen Ländern organisiert, aus denen mehrere Monographien und Dokumentarfilme entstanden sind. Gemeinsam mit dem von ihm geleiteten Verein und mehreren deutschen Selbstverwaltungen in Braunau wird sich der Preisträger in diesem Jahr auf das studentische Forschungsprogramm konzentrieren. Hát családi az indítatás, mint azt hiszem a legtöbbünknek, akik ezzel foglalkoznak. Az édesanyám volt szovjet fogságban, 1944. december 20-án hurcolták el a falujából, és egészen, hát majdnem 49-ig volt ott. Tehát részben személyes indítatás, részben az egyesületünkben sokat foglalkoztunk a történelmi múlttal, és sokan mesélték azt is, hogy ők is érintettek ezen a területen, és úgy gondoltuk, hogy akkor ezzel foglalkozni kell. És hát elindultunk ezen az úton. Arra is rájöttünk, hogy ez nem csak személy szerint érint bennünket, nem csak a megyében nagyon sok települést érint, hanem országos szinten is volt a határon túli németséget és magyarságot is érintette. Tehát így kitágítottuk úgymond a kapcsolatrendszerünket, és 2008-tól már nagyon intenzív kapcsolatban állunk a kárpátaljaiakkal. Konferenciákat szerveztünk, illetve ha ők szerveztek, azon majdnem mindig igyekeztünk részt venni. Nekik ezek a bizonyos, ezzel kapcsolatos konferenciáik novemberben vannak, mert Kárpátaljáról november 19-től, Erzsébet naptól kezdték el elhurcolni az ottani német lakosságot és a magyart is, és ezért a konferencia a Szolyvai Emlékparkban a megemlékezést mindig ehhez az időponthoz tűzik ki, és ezen most már, hát most azt mondom, hogy 2009 óta, tehát most már hosszú évek óta részt veszünk. Koszorúzással is, előadások tartásával is, közösen adtunk ki könyveket, kiadványokat. Dubka György, aki a Szolyvai Emlékpark Bizottság felelős titkára, ő gondoskodik arról mindig, hogy minden könyvalakban is megjelenjen, például ezeknek a konferenciáknak az előadási anyaga. Hát mi pedig, amivel tudunk, azzal segítjük az ügyet. Rengeteg új emléktábla avatáson vettünk részt, mi magunk a német körrel, mi is állítottunk egy emléktáblát, ami két nyelven, magyarul és németül került fel a falra. De a pécsi ruszinok is egyszer jöttek velünk, ők is állítottak emléktáblát. Tehát most azt mondom, hogy ez a történet, ez nagyon kibővült, és szinte összpontosult nagyon sok minden a Szolyvai Emlékparkra, mert ott kiváló munkát végeznek az ottaniak. Mi az, amit kapott akár az egyesület, akár személy szerint ettől a munkától, ettől a kutató munkától, ezektől az utaktól, ezektől a kiadványoktól? Hát részben rengeteg barátot, nagyon sok együttműködő partnert, akik mint egyesület működnek együtt a mi szervezeteinkkel, kiváló embereket. Nem csak az én korosztályomból, hanem nagyon sok fiatal csatlakozott az ügyhöz. Tehát Pécsett már volt olyan konferencia, ami a fiatal kutatók kutatási anyagából volt a címe. Tehát ez is nagyon örvendetes, de érdekes, hogy nagyon sok pont itt is a kárpátaljai. Tehát én azt mondom, hogy ez a munka, meg azok az utak, amiket megtettünk, részben nekünk is jó volt a mi lelkünknek, hiszen úgy éreztük, hogy kötelességünk, hogy ezzel a dologgal foglalkozzunk, mert ez a történelemnek egy nagyon fehér foltja volt. Maguk a mi hozzátartozóink sem beszéltek róla, nem mertek beszélni, ugye ez meg volt nekik tiltva, és úgy gondoltuk, hogy nekünk ez kötelességünk utódoknak, hogy mi ezt a világ elé tárjuk, és akkor nem csak Magyarországon, hanem Kárpát-medencei szinten, de egyesületünk alelnöke például Európa, sőt, még azon kívül is már több helyen tartott a témából előadásokat. Úgyhogy
amit adott ez valahogy, hát nem tudom, jobban megismerjük ezt a történetet, hiszen családban, ugye erről nem beszéltek, látjuk a hátterét, és épp ezért szívszorító mindaz, ami most Ukrajnában történik, és azokon a részeken, ahol mi jártunk, ahol mi emberekkel találkoztunk, akik végtelen nagy örömmel fogadtak bennünket, nagyon kedvesen, amit csak tudtak, elmesélték, és most is előttem van az egyik idős néninek a mondata, hogy Isten áldását kéri mindazokra ránk is, és mindazokra, akik még élnek azok közül, akik ott foglyok voltak. És mindez 40 kilométerre volt az orosz határtól. Tehát az, hogy ő most orosz volt-e vagy ukrán, azt nem tudjuk, de bárkivel találkoztunk. Tehát én erre csak az, hogy amit kap az ember, tehát az a szeretet, meg az a kedvesség, meg az a jó fogadtatás, akár ezeken a területeken is, az olyan lélekemelő volt. Hogyan folytatódik, hogyan folytatódhat ez a munka? Nagyon szerettük volna, már az emlékév után is, hogy egy Gulágofi kutatóintézet létrejöjjön. Ez sajnos még mindig nem sikerült elérnünk, pedig úgy érezzük, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Tehát az emlékévben rengeteg anyag született, kiadványok, könyvek, dokumentumfilmek, DVD-filmek, tehát ezeket mind jó lenne egy helyre összpontosítani. Ehhez viszont kellene egy olyan kutatóintézet, úgy mint egy nemzeti intézetként, ahol biztosítva van a kutatóknak a munkája, és olyan további utak, ahová még el kellene jutnunk. Ahová most tavaly még eljutottunk, ugye az egy közelebbi hely, most így mondom, ugye a Kaukázus, meg a több ilyen távolabbi ország mellett, az a Baltikum volt, ahol Észtországban és Lettországban voltunk, de az idő rövidsége meg pénzhiány miatt Litvániában már nem jutottunk el. De terve volt véve Odessa, Minsk, tehát mindazok a helyek, ahol koncentráltan voltak lágerterületek, és ahol magyar és német származású málenki robotosok is voltak a guppi lágerekben. 2023 milyen év lesz az Egyesület szempontjából, milyen évre számítanak? Hát egy kicsit aggódunk a rezsi költségek megemelkedése miatt, mert nagyon magas számlákat kaptunk most a PTÁV-tól, tehát novemberre 180 ezer fölötti, decemberben 215 ezer, és megemelkedtek ugye az utazási költségek is, tehát azt, hogy akár országon vagy Kárpát-medencén belül hova jutunk el, az nagyban függ attól is, hogy pályázatokon milyen támogatáshoz tudunk jutni, meg együtt mit tudunk elérni, hogy megoldani, hogyha még valamit kitűztünk, hogy azt meg is tudjuk valósítani. Nagy rendezvények, nagy projektek lesznek-e ebben az évben? Most idén így nem mertünk tervezni semmi komolyabbat, tehát ez most egyelőre. Amivel foglalkozni szeretnénk idén is, amit tavaly elkezdtünk, a diákkutató programunk. Tehát, hogy a diákokat kutatóprogramként megismertetni a Málenki robot történetével. Ebben viszont remek partnereink a Pécsváradi Német Önkormányzat, a Gerezslaki Német Önkormányzat, a történészek, tehát vagy a múzeumban Müller Judit. Tehát úgy gondolom, hogy most erre fogunk tudni idén koncentrálni, tehát hogy a diákokkal megismertetni. Mennyire bővül az egyesületi tagság, vagy ez egy fix létszám, akik vannak? Változó. Tehát ugye sok idős van, akiket ugye évközben elveszítettünk, hiszen már 31 éve működik az egyesület, de egy-egy ilyen nagyobb program után mindig vannak új csatlakozók, és nagyon sokan közülük például azért, mert ők is érintettek voltak, és ugye most figyeltek fel erre a dologra, és akkor szeretnének ők is részt venni a munkában. Tehát egy változó, de olyan 116 körüli az úgy plusz-minusz, hogy nagyjából ez a létszám. Kiadvány készül-e most? Van-e készülőben bármiféle? Mi most nem tervezünk. Dukka György adott ki nemrégiben még egy könyvet, egy ilyen teljes utazásunkról, ami eddig megvolt, tehát azt ő könyvbe rendezte, egy jó vastag könyvbe adta ki, úgyhogy mi egyelőre nem
az Egyesület 30 évfordulójáról egy fotóalbum, ugye az megjelent. Mást így most egyelőre nem. Ez van, amikor menet közben alakul ki. Tehát ha úgy látjuk, hogy valahol van egy olyan támogatási lehetőség, ahonnan esetleg pénzt tudunk ehhez kapni, akkor összeülünk, hogy akkor miből legyen könyv. Köszönöm szépen a beszélgetést, és még egyszer gratulálunk a lovagi kitüntetéshez. Nagyon szívesen. Auch in diesem Jahr wird sich der Deutsche Gemeinde Großmanok darauf konzentrieren, so viele Gelegenheiten wie möglich zu nutzen und ihre Traditionen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Sie unterstützen auch die 25. Abschied Wein- und Strudelfestival des Deutschen Traditionvereins Glück auf. Die Deutsche Selbstverwaltung von Großmanok hielt ihre erste Sitzung des Jahres ab, bei der einer der wichtigsten Themen war der Haushalt für 2023. Nyilván igyekszünk mindig a költségvetést úgy megalkotni, hogy azért tudjunk haladni a terveinkkel, amik fontosak. Hát tervezni tervezünk hozzá, és a többi napirendi pont még érinti egy kicsit az együttműködést az iskolával, óvodával, egy kicsit a programokat próbáljuk újra tárgyalni, kicsit bővebben. Ugye a tavalyi évben már elővettünk egy kicsit programokat, és próbálunk most egy kicsit belemélyülni. Hát igyekszünk megteremteni a programokat, néha nehéz, egyéb szempontok miatt nem jöhet létre, de most is egy tánctalálkozóban délőtt éppen beszéltem valakivel, hogy talán sikerül, és nyilván a Tájház udvarán természetesen, hát az nekünk a szívügyünk, mint önkormányzat, mi vagyunk a működtetők. Április elején, talán 8-án pontosan van a Tájházak napja. Ide szeretnénk egy kis iskolai, óvodai táncos programot szervezni a Tájház udvarára, mert természetesen nyitott tájházzal. A következő program aztán ott július környékén a múzeumok éjszakája lesz. Itt egy kicsit megpróbálunk belemélyülni az éjszakában, mert természetesen benne van a nevében, filmvetítéssel vagy egyéb érdekességgel, és nagyon szeretnénk belefűzni a hagyományőrzést. Fontosnak tartjuk, hogy ez belekerüljön. Zárásként az advent nyitó, igaz, hogy most zárásnak mondtam, de az adventi időszakot szoktuk megnyitni, szintén a Tájház udvarán, egy kicsit hangolódjanak az emberek erre az évvégi csodálatos ünnepre. Um die Tradition lebendig zu halten, ist es wichtig, dass die deutsche Sprache und das deutsche Brauchtum auch im Leben der jungen Generationen präsent sind. Während der Woche der Nationalitäten ist dies im örtlichen Kindergarten, der auch ein beliebtes Ziel für die Vertreter ist, noch wichtiger. Az óvodában oda szerettünk ellátogatni, ha tehetjük igazán, ha a munkaidőnk megengedi, hogy így mondjam, de természetesen az eszközöket meg egyéb segítséget nyújtunk ehhez. A tájház látogatottságát is minden évben egyszer ellátogatnak, az óvodások is, az iskolások is legtöbbször. Például tavaly év végén sikerült a Bonyhád iskolából jött két nap gyerekcsoport, elég sok gyermek érkezett, 80 fős volt az egyik csoport, 70 fős volt a másik csoport, és nagyon ők is a nemzetiségi héten belül tettek látogatást nálunk, nagyon meg voltak elégedve, Erzsi néni vezette őket, nagyon szerették, úgy magyarázott nekik, és olyan dolgokat mondott, amire a tanítónénik már felhívták a figyelmet, a gyerekek tudtak rá válaszolni azon a nyelven, azon az anyanyelven, és nagyon-nagyon tetszett nekik, hogy így közelítették meg, tehát nem olyan monotonon elmondták, hanem egy kicsit bekapcsolták a gyerekeket. De hát ez szerintem mindig fontos egy ilyen kontaktus teremtésben. Elsősorban őtőlük várjuk a hívószót, mert ők tudják fontosabban, pontosabban, hogy mire szeretnének most anyagi lehetőséget keresni, vagy találni nálunk, és természetesen az anyagi lehetőségek keretében igyekszünk egyenlő arányban segíteni úgy az iskolát, úgy az óvodát, akár a tánccsoportot, akár a Reichesheimi Baráti Egyesületet, akik tavalyi évben vendégül látták a partnerkapcsolatunkat, Reichesheim városát. A búcsú kapcsán voltak itt több napon keresztül. Ebben segítettünk, az ő vendéglátásukban jobban mondva segítettük ezt az egyesületet. Neben der erwähnten deutsche Siedlungen hat Großmanok auch mehrere externe Verbindungen, die unter anderem dazu beitragen, dass die Traditionen der Volksgruppe nicht in Vergessenheit geraten. Tainz van Németországból, Jablonka, hát ő egy másik kapcsolat, de jobbára velük azért mi akkor aktívabban vagyunk ott német területen. Reichesheimmal talán egy kicsit jobban sikerült kiépíteni a kapcsolatot. Lehet, hogy köszönhető ennek a
baráti egyesületnek ez a kapcsolatteremtése, keresik egymást, én úgy érzékelem, és nem csak mondják, hanem valóban jönnek, és a Reichelsheimiak is jönnek ide, és a nagymányukiek is mennek Reichelsheimba. Tehát, hogy kialakul, nem azt mondom, hogy minden évben, de keresik a kapcsolatokat is azt, hogy azért találkozhassanak is, és nyilván akkor itt bemutatják a környéket, a hagyományokat, és hát több mindenben így próbálnak programokat szervezni. A hagyományőrzés, ugyebár ez a fő eleme, amire talán így a német nemzetiségi fekteti jobban a hangsúlyt, hogy a hagyományokat, ha megőriztük, megtartjuk, hogyan tudjuk továbbadni, miként fogják fogadni, keres egy olyan felületet, ahogy a mai világban mondják. A felület az talán a gyerek, a felnövekvő nemzedék, és ezért talán jó is az egyesület, a tánccsoport, hogy a legkisebbtől a legnagyobbig, a felnőtt generációig megtalálod benne őket, és így talán van egy ilyen vonulata a dolognak, talán nem a legjobb szó rá, de ezt fontosnak tartom, hogy a kicsitől a legnagyobbig, és így akkor talán megmaradnak a hagyományok az itt helyben régen mondott, énekelt, táncolt és bevált szokások. Und in der Tat haben in Großmannach sowohl die jüngsten Gemeindemitglieder als auch die Erwachsenen die Möglichkeit, Mitglied des traditionellen Vereins zu werden. Glück auch Großmannach, die deutsche Tradition Wächster präsentieren sich nicht nur bei Veranstaltungen in der Gemeinde. Az elmúlt két év, vagy a korábbi két évben kicsit ritkábban ugye a pandémia miatt, de az elmúlt évben kezdett visszaállni a rend. Ilyen éves szinten én azt gondolom, ilyen 10-15 fellépésünk van, és ez főleg inkább ez a nyári időszakra tehető. Vannak óvodásaink, vannak mármint óvodás csoportunk, vannak ugye az iskolás gyerekek, ugye ők nem tagok még, 14 éves kortól tagok, a taglétszámunk az jelenleg olyan 76 fő körül van, ugye van egy énekkarunk is, ők az idősebbek, és akkor így egészülünk ki ketten egymással. A hagyományőrzés, ugye ez is van a célkitűzéseink között, ez egyre nehezebb ugye a mai világban, itt ebben a rohanó és az informatika világában. Hála Istennek nekünk sikerült egyelőre még a gyerekeknek a figyelmét úgy fenntartani, és olyan programokat csinálni, gyerektáborokat csinálni, amiben úgymond magunkhoz tudjuk őket kötni, meg a magához, a hagyományhoz, és reméljük, hogy lesz, aki tovább viszi ezt, mert azért ez egy elég nehéz dolog lesz nekik is. Die wichtigste Veranstaltung des Vereins ist das Abschied-, Wein- und Strudelfestival, bei dem die Besucher die Traditionen durch die Darbietungen der in Trachten gekleideten Mitglieder erleben können. Egyrészt van az a nagymányoki búcsús táncunk gyakorlatilag, ez a hagyomány része. Ugye a nagymányokon azért a bor nyilván itt a hegyek vagy a dombok miatt ugye nyilván nem szexel, de azért nálunk is fontos. A strudel ugye az meg a rétes németül, és próbáltuk ezt az ételt, a szórakozást és az italt valahogy egybehozni. És ezt csináljuk, most lesz a 25. éve. Der Verband bereitet sich mit Unterstützung der nationalen Regierung auf das Jubiläum vor. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.